A Tamási és városkörnyéki önkormányzatok szociális integrációs központja egy nemzetközi kiskereskedelmi áruházlánc pályázatán elnyert összegből a 2022-2023-as tanév végéig több diák étkezését segíti. Három helyezést lehetett elérni, és mi másodikak lettünk, ami 200 000 forintos nyereményt jelent, pénznyereményt jelentett. A pályázatunknak a címe pedig az volt, hogy senki ne maradjon éhes, és igazából a cél pedig az lett volna, illetve az is a célunk, hogy olyan gyerekeken próbálunk meg segíteni, akik hát halmozottan hátrányos helyzetben vannak, és ezt oly módon tesszük most jelenleg, hogy ahogy a pályázati írásunkból is már kiderül, hogy az ebédjük mellé még plusz egy szendvicset fognak kapni. Március 16-ától kapják a gyermekek ezt a plusz szendvicset az ebédjük mellé, és most úgy tűnik, legalábbis a legutolsó információim szerint, ez tanév végéig fog kitartani. A mi intézményünk ugye a gyermekvédelemtől kezdve az idős gondozásig, tehát minden ilyen tevékenységet magában foglal, és az utóbbi időben inkább csak az idős gondozással kapcsolatos tevékenységeink voltak előtérbe helyezve, de valójában ez a gyakorlatban nincs így, és szerettük volna ezt a területet, ezt az oldalt is megmutatni. Meg valamelyest személyesen is érintett vagyok, ugyanis nekem mielőtt én még a szociális pályát választottam volna, én napközis nevelőként dolgoztam 6 évig, és ott láttam és tapasztaltam meg ezt a problémát, és most úgy gondoltam, hogy van lehetőségem ezen változtatni, és ez a pályázat jó lehetőségnek bizonyult. Az önzetlen segítség pedig minden arra rászorulónak jól esik. A szervezet a pályázati eredmény kihirdetése után megkereste a Vürcádám általános iskola intézményvezetőjét, hogy segítsen a lebonyolításban. Körülbelül március közepén keresett meg engem Szabadosné Vastag Edina ezzel az elképzeléssel, hogy van erre lehetőség, és mondott egy keretet. Ezt a keretet kiszámoltuk az osztályfőnökök véleményének figyelembevételével, és úgy sikerült megszervezni a programot, hogy tanév végéig 18 tanulónak tudunk adni étkezési lehetőséget egy szendvics formájába, amiben partner a konyha is, és ők elkészítik minden nap ezt a szendvicset, és a rászoruló, arra érdemes, illetve annak szükségét látó tanulóink megkapják ezt mindig ebéd után, mert azért ebéd után hazavihetik a gyerekek ezt természetesen, mert be van csomagolva sterilen alufóliába, mert vannak olyan tanulóink, akik napközisek, illetve olyanok is, akik ebéd után mennek haza, és akkor így mindenki hozzá tud jutni egy időben ehhez a szendvicshez. Elég visszajelzés az, én úgy gondolom, hogy a gyerekek örömmel fogadják, ezt jelentős többségük örömmel fogadja, és a szülőknek is nagy könnyebbség, mert itt ebbe a 2,5-3 hónapban egy vacsorát kiváltunk adott gyerek esetében, illetve hozzásegítjük a család költségvetését ahhoz, hogy legalább ennyivel könnyítjük az ő anyagi helyzetüket. A program sikeres megvalósulását a Tamási Középkeztetési Nonprofit Kft. A szendvicsek elkészítésével segíti. Mi látjuk el a központnak az élelmezési feladatait jó részt, ezért intézményvezető azt, hogy minket keresett meg, hogy hogyan tudunk ebben részt venni. Miután nyertek, mi ezt gyakorlatilag önköltségesen, tehát nyilván ez nem egy üzleti vállalkozás, amennyit csak tudunk ebből adunk. Ez szendvics ebédet jelent rászoruló gyermekek számára az általános iskola tanulóinál. Ez úgy jelent plusz munkát, hogy időben ez nem jelenik meg, tehát munkaról ráfordításban semmiképpen meg tudják csinálni, úgyhogy és örömmel meg is csinálják természetesen. Egyébként a közétkeztetésben mi szendvicset a kis étkezésekre viszonylag gyakran adunk. Ezeknek a beltartalma ugye mindenképpen állati eredetű fehérje, esetleg sajt, zöldségek, kenő, margarin, a péksütemény maga, ezek elég kiadós, tehát mi azért nem szoktunk ezen spórolni. Gyakorlatilag ugyanezeket a szendvicseket kapják meg még pluszba azok a gyermekek, akik ki lettek választva erre a programra. Törekszünk azért a változatosságra, tehát ne ugyanazt kapja az a gyermek, aki délőtt megevett egy parizeres zsemlét az ebédre, vagy plusz ebédre, második ebédre ne parizeres zsemlét kapjon, erre azért odafigyelünk. A Tamási és városkörnyéki önkormányzatok szociális integrációs központja a jövőben is arra törekszik, hogy minden lehetőséget megragadjanak a segítségnyújtás érdekében.